A legfontosabb földi érték az ember. Istennek fogadalmat tett emberek vagyunk, akiknek a kereszténység és a haza rendkívül fontos. Nyilatkozta az Aquila párt elnöke, Varga Péterné a párt szombati sajtótájékoztatóján. A szervezet számára kiemelten fontos az ország nemzeti, kulturális, klasszikus értékeinek a megőrzése. Céljuk, hogy helyreállítsák az államba, a politikai rendszerbe vetett bizalmat, ez pedig, ahogy programjukban fogalmaznak, korrektséggel érnék el. Például megszüntetnénk a közbeszerzést és a pályázati rendszert is teljesen más forrásba vagy módon valósítanák meg, mivel úgy érezzük, hogy a pénzek nagy része itt folyik ki. Gazdasági tanácsot kell működtetni, kiválóan képzett, szakértő idősek és gazdasági zsenik részvételével, amely a józan parasztész alapelvén működik, hangsúlyozta Varga Péterné. A jövőnk az is, hogy a földünk ne maradjon parlagon. Az, hogy a fiatalság ne a laptopját vagy a telefonját nyomkodja, hanem tudja azt, hogy miből él meg, hogy megérthesse azt, hogy mitől marad meg egy nemzet, márpedig ha a földjét elhanyagolja, nem. A párt elnöke kiemelte, a Szolnok-Tószeg és Szolnok-Abony vonalon az utak felújításra szorulnak. Szorgalmaznák továbbá a korrupció elleni harcot, a bérplafon bevezetését, eltörölnék a kamarai tagságot, átszerveznék az önkormányzatok financiális működését.